Bár matematikailag már két fordulóval ezelőtt a Hídeszcí megnyerte a megyei első osztályú bajnokságot, a hivatalos ceremóniára azonban most vasárnap került sor. A Solt-Vadkert elleni 0-0-ra végzett találkozó után az MLS Bács-Kiskun megyei igazgatója Losonczi László akasztotta az érmeket a játékosok nyakába. Én maximálisan elégedett vagyok, hiszen a két település életében, ha azt veszük, hogy Nagyvaraska 2400 lakosú, Csátai 1500, ez egy hatalmas történelmi pillanat, még megye egyes csapat sem volt, és most megnyertük a megye egyet, a második csapatunk második lett a megye háromban. Kicsim múlott, hogy az ifjú is nem szerzett érmet, ez egy óriási siker, ez azt bizonyítja, hogy a mostani ínséges időben is vannak olyan korrekt emberek, akik támogatják a focit, vannak olyan vezetők, akik szintén támogatják, és az MB3 az nekünk egy nagyon nagy csúcs, amit álmainkban nem gondoltunk volna, hogy ilyen gyorsan be is fog teljesülni. Várhatók erősítések az MB3-ra? Változik a keret? Vannó Sándor edzővel arról beszélgettünk, hogy talán két embert kell igazolnunk, és akkor megvan az MB3-as keretünk is. Mikor lesz MB3-ba bajnok a csapat? Ahhoz nagyot kéne fordulni most a világnak, de ha azt kérdezte volna tőlem 1992-ben, hogy 2000 mikorra nyerjük meg a megye egyet, akkor azt mondtam volna, hogy nem tudom, nem ismerek ilyet mondani, nincs lehetetlen. De az időpontot még nem tudom. Vanó Sándortól az érem átvételekor egyfajta örömtáncot láthattunk. Igazából ez a spontán szakadt ki be az öröm, amire már nagyon régóta vágyok. Én nagyon-nagyon boldog vagyok, és talán annak köszönhettem ezt a rendkívüli táncot. Szerettem volna győztes meccsel befejezni ezt a gyönyörű, szép szezont. Igazából nem örülök annak, hogy nem sikerült, de azért a 0-0-n is bosszankodok. Úgy gondolom, hogy becsülettel küzdöttünk, sajnos ma egy kicsit elaltatta magát a csapat, és 0-0 lett a végeredmény. Mi a fene ez itt a kezedben? Fúró? Ez kérlek szépen igen egy fúró. Erre 3 éve pályáznak különböző emberek. Gondolkoztam, hogy kinek ajándékozzam oda ezt a díjat, de mivel 3 éve nem értek el semmilyen sikert, így úgy gondolom, hogy a szemétdobogom, ez történelem, és ez is történelem. Egyéni sikereknek is örülhettek vasárnap Nagybaracskán. A megyei első osztály gólkirálya 21 találattal Füleki Antal lett. Negyedjére vagyok gólkirály, 3-szor a megye egybe, és 1-szer az MB3-ban voltam gólkirály. Hát amire büszke vagyok? Hát mindegyikre büszke az ember természetesen, de azt gondolom, hogy nem szeretnék inkább különbséget tenni egyik között se. Itt azért egy nagyon jó csapatban játszottam, és nagyon jó játékos társak mellett lehettem gólkirály. Azt gondolom, hogy egy könnyű dolgom volt tényleg, mert a srácok nagyon kiszolgáltak engem. A Hídeszcí ezzel, hogy megnyerte a megyei első osztály küzdelmeit, följutott az MB3-ba, és sok csapattal ellentétben Nagybaracskán vállalják is a megmérettetést, tudhattuk meg Bodnár Attilától, a csapat főszponzorától. Hát az egész terv is egyértelmű, hogy jó. A végén már itt egy kicsit leeresztettünk a biztos bajnoki győzelem tudatába, de ez a csapat messze megvalósította azt, amit elvártunk tőlük. Tehát maximálisan elégedett a csapattal, és úgy érzem, hogy ezzel a csapattal nyugodtan nekivághatunk az MB3-nak. A hírek alapján komoly átszervezés várható az MB3, MB2-be, ezért úgy érezzük, hogy vagy most van esélyünk bejutni az MB3-ba, vagy soha többé. Ezért most ezt a lehetőséget megragadjuk, és mindenképpen, akár előnk fölött is teljesítve, de elmegyünk az MB3-ba. Köszönöm szépen azoknak, akik dukkoltak nekünk, köszönöm szépen azt, hogy számtalan sok önzetlen segítség révén egy ilyen kis két falunak a csapata ezt elért az elmúlt 5 év alatt, tehát ez pályátitkító, ez mindenképpen dicséretes. Ez nem csak pénzkérdése, ez az emberek hozzáállása és mindenki sok-sok segítő hozzáállásán függött, hogy idáig eljutottunk, ahol eljutottunk. Duplán ünnep volt szombaton Baracskán, hiszen a Hídeszcí megyei harmadosztályban ezüstérmes második csapata is átvehette a medáliákat. Azt gondolom, hogy ez a csapat egy baráti társaságra épül. Régen ez a csapattal együtt is fociztam. A jó társaság nem csak a mérkőzések, hanem a hétköznapokban is együtt van, és ennek köszönhető talán az eredmény is. Meg azt gondolom, hogy ugye az utánpótlásunk, aki 4.-5. lett a megye egyes ifi bajnokságban, őtőlük azért sok segítséget kaptunk, nagyon jól tudtunk együtt dolgozni a Mitasz Tomival, aki a Ispics edzője, és ez az eredmény annak köszönhető, hogy egy nagyon jó társaság alakult itt ki. Még egy kérdésem lenne, miért van leíva a pólód? Hát a sponsorunk az Attila nem leívott, hát igazából leöntött pezsgővel.
köszönjük neki is, hogy ezt a csapatot gyakorlatilag ugyanúgy kezelte, mint a megye 1-es csapatot. Sok szeretetet kaptunk tőle és a feleségétől, az Évától is, illetve a Vanó Sándornak is szeretném megköszönni a segítséget, amit a csapatnak nyújtott, és ebben az eredményben azt hiszem, hogy ők is beletették a részüket. És hogy ne csak a Baracskaiak ünnepéről beszéljünk, a Soltvadkert a 0-0-ás eredménnyel, valamint hogy a Tompa Kunszálás rangadó szintén döntetlennel zárult, harmadik helyen végzett a megyei első osztályú bajnokságban. Ez nagyon nagy teljesítmény a csapatunktól, ugyanis a tavalyi csapat, aki második helyen végzett, onnan 10 játékos távozott, illetve 9, mert a Pap Robert az utóbbi három fordulóban fölépült a keresztalak sérüléséből, így nagy erősítést jelentett a csapatunknak. Tehát ez óriási eredmény ebben a csapattal, a harmadik hely. Maximumot kiosztuk szerintem a csapatból, főleg így, hogy a gólkirályunk, a Tóth Árpád télen eligazolt Angliába, vagyis elment Angliába, így gólszerző csatár nélkül maradtunk szinte, tehát nagyon nagy eredmény. Itt ma tudtuk, hogy esetleges vereség esetén is jól lehetett volna a harmadik helyre a csapat, hogyha X-el a Tompa és a Kunszálás, így is lett, de így volt a biztos, hogy X-eltünk, így meglett a harmadik helyünk, és nagyon büszkék a csapatra. Mindenki kitett, 100%-osan teljesített, egyszerűen boldog vagyok. Zárásként nézzük a forduló összes eredményét és a bajnokság végeredményét. Harta Kiskunhalas 4-1, Kalocsa Kiskörös 1-4, KHTK Szeremle 4-0, Tompa Kunszálás 1-1. A bajnokságot a Híd SC nyerte a Harta és a Soltvadkert előtt, a negyedik helyen az Izsák, az ötödiken a Kunszálás, a hatodikon a Tompa, a hetediken a Kiskörös, a nyolcadikon a Kalocsa, a kilencediken a Kiskunhalas, a tizediken a Bácsalmás, a tizenegyediken a KHTK, a tizenkettedik helyen pedig a Szeremle végzett. Szóval mit szeretne a csapatmenedzsere? Hát először is köszönöm szépen, hogy itt vagytok, és különösképpen arra, hogy te rengeteget itt voltál a csapat mellett, és a csapat mellett készítették képeket, csapat mellett föltetted az interneten mindenhova. Én ezért úgy érzem személy szerint, hogy neked is jár egy aranyérem a Híd SC megye 1-es labdarúgó bajnokságából, és én ezt szeretném neked ünnepélyesen átadni, drága uram, ha elfogadod. Elfogadom. Ez volt az első érem, amit a Losonci úrtól, a megyei igazgatótól elvettem, hogy ez az én zsebemben legyen, hogy neked oda tudjam adni, uram. Ezennel tiszteletbeli hídesztésé fogadlak, és nagyon szépen köszönjük a sok-sok munkát, amit tette a hídesztéjét. Köszönjük szépen. Én köszönöm. Megye 1-es bajnok még. Nem voltam, jövőre jöhet az MB3. Lazulni! Tapsolni!